Ma az amerikai fatál szinkronizálása miatt jöttünk, de van néhány megkerülhetetlen színész, illetve szerep a munkásságodban. Az egyik leggyakrabban szinkronizált színészed a harcművészből színészé vált Jackie Chan. Az ő filmjeit mennyire szereted? Én nagyon szeretem, hát nézd, ugye egyszer csináltak velem egy interjút, most ez egy picit, majd mindjárt érthető lesz, hogy miért mondom, és megkérdezték, hogy ki a kedvenc szinkron rendezőm. És akkor én mondtam, hogy az a kedvenc, aki a legtöbbet hív. Mert nyilván egy olyan, akit az ember nagyon sokat szinkronizál, valamilyen honlapon egyszer fölhívták a figyelmemet, hogy talán azt hiszem a Revicki Gábor, mint Robert De Niro, és én, mint Jackie Chan állunk az élen, a legtöbbet ugyanazt a figurát szinkronizáló színészek között. Értem. Tehát egyáltalán ami föl van tüntetve, én azt hiszem Jackie Chanben az olyan közel lehet az 50-hez, de szerintem én 70-80 filmjét, tehát ez egész szinte az életművét leszinkronizáltam. Azért szeretem nagyon, mert némelyiknek, különösen az újabbaknak nagyon jó humora van, és nem úgy harcfilm, olyan úgy harcos film, úgy akciófilm, hogy nem ömlik benne a vér. Tehát azért ő szerintem ezekre mindig figyelt, hogy nem látsz benne kibelezéseket, nem látsz benne ilyen durva jeleneteket. Úgyhogy én borzasztóan szeretem ilyen szempontból. Nekem kis olyannak tűnik, mint a Bud Spencer, Terence Hill filmek ázsiai kivitelezése. Igen, tulajdonképpen igen. Igen, ez egy jó hasonlat, mert ott se láttál ilyen durva jeleneteket. És neked melyik tetszik jobban, amit még Hongkongban csinált, vagy az amerikai filmek? Hát azért azok az elején, a pályája elején levő filmek, akkor azért azok még elég olyan az európai szemnek szerintem egy kicsit olyan kezdetlegesnek tűntek, vagy tűnhetnek. Úgyhogy azért a mostaniakat azért én jobban kedvelem. Minden színész életében eljöhet egy olyan pillanat, amikor az, amit csinál, az úgy látszik egy kicsit kevés lesz neki. És én azt vettem észre, és csináltam is egy-két filmjét, hogy megpróbálkozott a nagyon komoly oldallal. Tehát volt egy-két olyan filmje, amiben abszolút semmiféle humor nem volt. Most ne kérdezzél tőlem címet, vagy valami ilyesmit, mert sajnos fogalmam nincsen, de nagyon véresen komoly film, hogy aztán ez mennyire áll jól neki, vagy nem, hát azt döntsék el a nézők. És azok a filmek, amelyik Hongkongban készültek, azt az ázsiai nyelvről, a mandarin nyelvről kell szinkronizálni? Ez olyan vegyes volt, azt hiszem, mert volt, amelyik igen, és volt, amelyikhez készült valami utószinkron, egy angol utószinkron, és mi azután mentünk. Mert ugye sok színész mondta, hogy a mandarin nyelvről szinkronizálni nagyon nehéz. Hát nehéz, feladat. Persze. Tehát, persze, hogy elviszi a színészt a hangsúlyozása. Persze. Egyébként ez önmagában nem csak annál a nyelvnél, ez majdnem minden nyelvnél igaz, hogy egészen máshol vannak a magyar hangsúlyok. És amikor például, ez nagyon sokszor előfordul, különösen mostanában, hogy nagy amerikai produkcióknál le kell adni egy hangmintát. Tehát nem a rendező dönti el egyedül, hogy ki mit szinkronizál, hanem leadnak egy hangmintát, és kint Amerikában döntik el. És ott meghallgatják, és ők szinte pontosan figyelik és nézik, hogy az amerikaihoz mennyire hasonló. Szinte megkövetelnék, hogy ugyanolyan dallamon szólaljon meg az a mondat, most nem fogok megint filmcímeket mondani az utóbbi időből, bár most már lehet, mert nagy titok volt a Csillagok háborúja például, ez a legutolsó Zsivány egyes, igen. Egyébként én szinkronizáltam először a Luke Skywalkert is például annak idején, az eredeti Csillagok háborújában, ott még ilyen nem volt. De itt nagyon-nagyon szeretnék, hogyha ez ugyanolyan lenne, de magyarul nem lehet ugyanolyan, mint angolul. Jackie Chanre még egy kicsit visszatérve. Igen. Amikor bejött a Csúcsformában film, akkor kapta meg Háda János a színészt, és azóta igen, felváltva igen, szinkronizáljátok. Igen. Erről neked mi a véleményed? Tehát neked rosszul esik, vagy elfogadod, hogy ez nem, a helyzet sőt, alakult? Én nagyon-nagyon szeretem vele is megnézni és hallgatni.
franc tudja, hogy ennek mi volt az oka. Tulajdonképpen én kezdtem el, lényegesen többet csináltam, mint a Jani, hogy aztán ez valamikor annak idején egyeztetési probléma volt, anyagi probléma volt, de az is lehet, ezt mondjuk ki őszintén, hogy valan olyan rendező, aki esetleg nem velem képzeli el. Ez egy ilyen pálya, természetesen, megmondom őszintén, biztos, hogy nem esik jól az embernek, ha nem ő rá gondolnak, de ezt tudomásul kell venni. A másik leggyakrabban szinkronizált színészed egy komikus, a Steve Carell. Igen. És tehát nem csak a komikus pályán bizonyított, hanem vannak nagyon komoly drámai szerepei, amiben szintén te szólaltattad meg. Szerinted a te megítélésed szerint színészként alkalmas a drámai feladatokra is? Vagy inkább komikusként működik jól? Ez borzasztó nehéz kérdés, mert mi nézők, amikor én is nézővé válok, amikor egy ilyet nézek, amikor hosszú-hosszú-hosszú éveken keresztül nézel valakit, és megszoktad, hogy ő mindig vicces, ő mindig komikus, akkor nagyon nagy az a váltás, hirtelen történik az a váltás, de én azért azt gondolom, és ez a Steve Carellre is igaz, hogy azért ezek jó színészek. Tehát lehet, hogy ha valamikor drámai vonalon indult volna el, és mi azt szokjuk meg, akkor teljesen úgy fogadod el. Mondok egy példát, például a Tom Hanks. Ha visszagondolunk, a régi, hát kicsit olyan gagyi, vígjátéki filmjei, a fiatalkori filmjei után. Igen, na például, igen. Hát azután ő egy fantasztikusan remek drámai színésszé nőtte ki magát. Igen, és ki is tört ebből a skatujából. És kitölt ebből a skatujából, így van. Ez nagyon fontos, hogy kinek milyen, tulajdonképpen egy színész ki van szolgáltatva, milyen szerepet ajánlanak neki. Ez ránk is igaz, színházban is igaz, és hát szinkronban is borzasztó fontos, hogy te mit kapsz. És könnyen rá sütik az emberre, szegény édesanyám, amikor élt, akkor mindig mondta nekem, hogy édes kicsi fiam, miért szinkronizálsz te annyi rajzfilmet, meg madarat? És akkor mondtam, hogy hát drága jó édesanyám, hát ezekre hívnak. Egyszer a Aladdinban a Jágót szinkronizáltam, és hála Isten olyan jól sikerült, hogy utána majdnem minden papagájt én csináltam. Ami egyfelől öröm és boldogság, de ilyen szempontból ez tényleg nagyon fontos, hogy azért valahol vigyázni kell arra, hogy ne skatujázódjon be az ember. Úgyhogy tulajdonképpen én boldog vagyok, mert a legkomolyabb szerepektől a legvidámabb bugyut a rajzfilmeken át, a hangalámondásokig kop-kop-kop mindenfélére hívnak. Az Aladdinban a Jágónak egy igen nehéz hangot választottál. Ez is az amerikaiak kérése volt? Igen, ehhez volt tulajdonképpen itt utána kellett menni az eredeti után, és hát itt kaptam életem egyik legnagyobb dicséretét tulajdonképpen úgy, hogy a filmet, ha jól tudom, Londonban keverték. Minden országból oda kiutazott a hangmérnök, és ott keverték a különböző ország különböző változatait. És az amerikai hangmérnök azt mondta, hogy egész Amerikában ezt a hangot keresték, tulajdonképpen ez lett volna az igazi, csak nem találták Isten igazából meg, és a világ összes változata közül nekik ez a Jágó változat tetszett a legjobban. Tehát az amerikaiak azt mondták, hogy az eredetit is felül mondtad. Ők ezt mondták, igen. Ezzel a hírrel jött haza a magyar hangmérnök annak idején, igen. Ez nagyon jól esett, de természetesen ettől nem változik semmi. De jól tudom, ezt a karaktert elég sokáig vitted, mert volt egy Aladdin. Igen, ebből volt ugye a nagy Aladdin mozifilm, utána készült ennek különböző ilyen folytatásai, akkor még ugye nagy divatja volt a videókazettáknak, de készült videóra, és hát készült belőle egy, nem tudom hány részes, de nagyon-nagyon hosszú televíziós sorozat is. Igen, még a 90-es években. Igen, valamikor körülbelül, igen. És igen. A Steve Carellre visszatérve, hogyha egy drámában szerepel a színész, megszoktad, hogy eddig komikusi oldalt hozott,
nem nehéz ebben a felgyorsult, szinkronos világban átállni a komikus énjéről a drámaira? Borzasztó jó, amit kérdezel, és most nagyon szerénytelennek fog tűnni, amit mondok, de előtte ezért egy fontos kiegészítést kell tegyek, és az az előző kérdésedhez is kapcsolódik, hogy jól esik, vagy nem esik jól. A Steve Carellnek is én megcsináltam talán 20 filmjét, meg egy komplett sorozatát, az Office című sorozatot, ami ment a tévében. És jött egy nagyon-nagyon komoly filmje, most hirtelen nem jut eszembe, mi a címe, és a szinkron rendező, a ma filmben az egyik szinkron rendező, akivel egyébként én nagyon sokat dolgozom, és nagyon szeretjük egymást, legalábbis remélem, átosztotta ezt a Steve Carell figuráját valaki másra, aki egyébként nagyon jó is lett benne. És bizony rosszul esett, és azzal indokolta, hogy azért, mert úgy gondolta, hogy a magyar hang ugye az a vígjátéki figurákhoz kapcsolódik. Egyébként én szerintem, ezt így négy szem közt mondom, szerintem ez egy butaság, mert ugyanúgy, még ha el is változtatta ő is egy kicsit a hangját, meg nagy maszkja is volt ebben a filmben, ettől függetlenül a hang az természetesen ugyanaz, hát ő se tudta lecserélni a hangját. Én ennek a híve vagyok, hogy nyugodtan lehet ugyanazt a szinkron hangot választani, sőt, szerintem a közönség szereti is, hogyha mindig azt hallja, akit megszokott. Az előző kérdésedre válaszolva viszont nem tudom, nem emlékszem és szégyellem magam, hogy ki volt nagyon-nagyon régen, a Zene Akadémián lépett fel egy zseniális hegedűs karmester, és a Vitrai Tamás vezette a műsort, és ez attól volt különleges, hogy bizonyos számok között a közönség kérdezhetett. És egyszer egy olyan 50-60 év körüli nő megkérdezte, és fordított neki természetesen a Vitrai, hogy mester, hogy van az, hogy maga valami csodálatosan vezényel valamit, vagy játszik, odafordul hozzánk, ott hülyéskedik, poénokat mond, majd egy másodperc múlva visszafordul, és úgy szólal meg valami komoly zene, hogy lúdbőrösek leszünk. És fordítja neki a Vitrai, pacák hallgat, eszem. Hát nevezzük egyszerűen tehetségnek. Tehát most őszinte leszek, tulajdonképpen ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk. Voltak olyan kollégáim, akik az én apámék idejében egy forintért sírtak. Tehát egy színésznek ezt tudni kell. Az egyik pillanatban zokog, a másik pillanatban nevettet. Ez a dolognak a szabad így fogalmazni, a szakmai része tulajdonképpen. Én megmondom, ezt azért kérdeztem, mert előfordult már, hogy egy színész, most nem mondom a nevét, igen, mondjuk 20 filmen keresztül csinált egy külföldi színészt egy vígjátékban, majd az a színész csinált egy drámát. Igen, igen. És én a magyar szinkronban hallottam a magyar színész hangján, hogy azért még benne ott van az a kis komikus hangszín. Aha, az nem jó, az nem jó. Az nem jó. Igazából csak ezért kérdeztem. Igen, ebben igazad van, az nem jó, annak utána kell. Hát tulajdonképpen a szinkron, azért tegyük a kezünket a szívünkre, a szinkron az elméletileg, vagy gyakorlatilag nem más, a jó szinkron. A létező leghűbben le kell követni az eredetet. Tehát egy reprodukció. Igen. Borzasztóan sokan hivatkoznak a Flintstone családra, hogy ha a Flintstone családban eredetit követik le, akkor milyen gyenge lenne. Ez így igaz, hiszen zseniális színészek voltak, akiket, a magyarok, akiket engedtek elszabadulni. De ha azt vesszük, amit most a divat, hogy a legutolsó sóhajig, a sóhajnak a hosszáig, a sóhaj mélységéig mindent meg kell úgy csinálni, mint az eredeti, különösen ugye ez mozifilmekre igaz, akkor biztos, hogy a Flintstone család se lett volna olyan, amilyen, mert az eredeti hát közel nem olyan. Korábban még a Steve Carellnél a vígjátékoknál is volt olyan, hogy nem téged hívtak. Ugye volt a Mindenható Háda Jánossal és a 40 éves Szűz Igen, ez úgy történt, hogy a Office című hosszú televíziós sorozatra írtak ki több színészt, itt pedig Dezsőfi Rajz Katit kell megemlíteni, aki többek között engem is jelölt erre, mert ott sem itt a rendező döntött el, hogy ki legyen.
és akkor választottak ki engem. És én először vele ebben az Office című hosszú sorozatban találkoztam, utána viszont, ami utána készült, ott lekopogom, ott már más nem hívtak, ezt az egy bizonyos komoly filmjét kivéve, minden filmjét én csináltam. Én a Steve Carell filmjeit nagy többségében magyar szinkronnal szoktam nézni, viszont hallottam az eredeti hangját is, és szerintem van hasonlósága a te hangod is az ő hangszíne között. Itt meg hadd idézzem az én 26 éves fiamat, aki szokott nézni ugye különböző filmeket, amiben én vagyok a magyar hang. Van, ami tetszik neki, van, ami nem. De azt mondta, hogy szerinte a Steve Carellben azért passzolunk annyira össze, mert tulajdonképpen én is ugyanolyan kis szerencsétlen hülye vagyok, mint amilyen ez a pacák. És ő általában ugye olyan filmeket játszik, amiben miközben elhúz egy függönyt, leszakad a függöny, és miközben szerel egy izét, megcsapja az áram. Tehát ebben tulajdonképpen abszolút tényleg rokonok vagyunk. Úgyhogy szerintem a Steve Carell az azért passzol inkább hozzám, nem is annyira a hang, inkább a jelleme miatt, a figurája nagyon hasonló. Tehát sok a közös vonás. Sok a közös vonás, sok a közös pont, igen, igen. Említetted a Star Wars-ot. Igen. Ez ugye még 84-ben készült. Időpontot ne kérdezz, de körülbelül, igen, igen. Most a szinkron rendező neve nem ugrik be, azt viszont tudom, hogy a Kosztola Tibor volt a rendező asszisztens. A dr. Márkus Éva csinálta, így van. Ez még akkor gondolom nem casting volt, hanem a Márkus Éva. Nem, sőt, ha jól emlékszem, ez egész pontosan úgy történt, hogy bemutatták a moziban felirattal, utána jött a Birodalom visszavág, amiben a Szatmári Gyuri nevű nagyon tehetséges kollégám csinálta moziban, és utána mutatták be a magyar televízióban az első filmet. És miután akkor még ugye egy televízió volt, boldog-boldogtalan ezt nézte, és ez őrületesen nagy dolognak számított akkor, hogy én lehettem a magyar hangja. Viszont nagyon furcsa, hogy egy trilógiáról van szó, és mégis mind a három részben más és más színész szinkronizálja ezt a karaktert. Ugye a régi filmeknél. Igen, igen. Hát nézd, akkor mondjuk most láttatok itt az amerikai faterből ízelítőt, hogy tulajdonképpen hogy készül egy szinkron. Ma azt kell mondanom neked, percek alatt készül el, ahhoz képest, amikor mondjuk például azt a Csillagok háborúját, ha én jól emlékszem, én akkor a Nemzeti Színházban játszottam, nem én miattam, bár én is eléggé elfoglalt voltam, de majdnem azt mondom neked, hogy körülbelül 2 hónapig készült. Ez ma, hát szerintem pár nap alatt lenne meg. Bár, hangsúlyozom, egy mozifilm azért az valóban hosszabb időt vesz igénybe, de egy ilyen televízióra készülő film... Az én tudomásom szerint egy mozifilmet még 2 hétig vesztek. Körülbelül, jó az igen, információ, igen, igen. Viszont tévéfilmet egy nap alatt is így, felvesztek, akár, hogyha igen, szükséges. Igen, 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 igen. Olyan a... Jó, hát figyelj, változott a világ, tulajdonképpen hála Istennek bizonyos szempontból. Fölgyorsult, és a technika az, ami ezt lehetővé teszi, hogy lehessen ilyen fantasztikusan gyorsan dolgozni. És ez a színészi alakításra nincs rossz hatása szerint? De, biztos. Én például Major Tamás növendék vagyok a Színművészeti Főiskolán, és nekünk nagyon-nagyon sokat magyarázott arról, szinte belénk ivódott, hogy meg kell tanulni próbálni. Az a jó, amikor az ember nagyon sok mindent kipróbálhat. A sok rosszból fog megszületni egyszer csak valami jó. Erre ilyen tempónál nincs idő. Most próbáljuk meg így most. Még akkor is, hogyha szinkronról beszélek, és amit mondtam, hogy azért követni kell az eredetit, de azért lehet variálni. Most egy kicsit hangosabban, most egy kicsit halkabban, most sokkal szerelmesebben, most azért ne ennyire szerelmesen, ez már sok. Erre nincs idő. Erre nincs idő. Sajnos ez... Szerintem a gyorsaság az semmilyen művészeti ágnak nem,
nem használ. Hát, hogy sok megrendelőnél gondolom az a lényeg, hogy magyarul beszéljenek. Igen, igen, és hát én is hallottam már ugye azt a szlogent, amit egyre többet lehet hallani, hogy a kereskedelmi televízióknál az a lényeg, hogy a reklámidőt valamilyen filmmel kitöltsék. Tulajdonképpen erről van szó. Hát persze természetesen nem mindegy milyen filmmel, vagy nem mindegy milyen műsorral, hogy minél többen nézzék, de hát ez nem biztos, hogy hasznára válik a dolognak. Még egy kicsit a szinkron szerepeidre visszatérve, igen, több, hát ilyen klasszikus retro sitcom sorozatban is szinkronizáltál, úgy, mint például a Családi Kötelékek, a Taxi sorozat. Mikre emlékszel te? Ezekről milyen emlékeid vannak? Hát nézd, múltkor azon gondolkodtam, hogy én, ezek nem titok, én 1980-ban végeztem a főiskolán, az ugye 37 év. És úgy nagyjából az én átlagomat kiszámítva, szerintem olyan 7-8 ezer alkalommal lehettem szinkronban. Ez nem 7-8 ezer filmet jelent, de mondjuk alkalmat. Ez olyan 7-8 ezer alkalom. Beleértve egy sorozat epizód. Mondjuk egy sorozat epizód, persze, vagy adott esetben például egy film, amihez a két hétig jársz ki. De ez a 7-8 ezer alkalom is biztos több ezer filmet jelent. Hát ez biztos. Ezek között vannak nagyon jók, nagyon szórakoztatók, nagyon emlékezetesek, és nyilván van benne olyan, ami én magam nézem néha, amikor valamit ismételnek, és döbbenten hallgatom, hogy Jézusom, én azt se tudtam, hogy ezt én valaha csináltam, van ilyen. Ezeket én nagyon, a Családi Köteléket nagyon szerettem, arról most viszont nem mondom név nélkül, nagyon édes, aranyos, itt dolgozik ebben a szinkron stúdióban, ahol most vagyunk, a rendezőnő, és az én párom itt volt gyártásvezető. És már mindenkit kiosztott, csak az apa figurára nem talált senkit. És ment le a gyártásra, és morgott, hogy jaj, nem találok egy apafiút. És meglátta a páromat, és a páromról azt mondta, hogy jaj, hát a Karcsi. És így jutottam én tulajdonképpen eszébe, és így kaptam meg ezt a Családi Kötelékek című sorozat szerepet, amiben nagyon jó társaság volt. Tehát ott is arra emlékszem, mert régen azért ez még tényleg így zajlott, hogy szinte mindenki együtt volt, hogy remekül szórakoztunk. Talán néha kicsit túl remekül is. Szóval többet rötyögtünk, mint amennyit lehet, hogy kellett volna a rend és a fegyelem miatt. Nem tudom, melyik volt a másik, amit kérdeztél? A Taxi, azt is nagyon szerettük. Igen, igen. És még megemlíteném a Kergeváros című sorozatot, amiben ugye Michael James Fox-ot szinkronizáltad. Igen. Hát én nem tudom. Hát ez... Nézd, vannak olyan szerencsés kollégáim, akiknek a hangja szerintem mindenre alkalmas. Tényleg. 20 évestől 70 évesig, vagy 60 évesig mindenkire alkalmas. És vannak az úgynevezett karakteresebb hangok, szerintem az enyém ilyen, nem biztos, hogy mindenre és mindenkire alkalmas. Tehát úgy gondolod, hogy Michael J. Fox-ra nem passzol? Én úgy gondolom, hogy én nem, én igen, hogyha fogalmazhatom így, akkor azt mondanám, hogy én nem jutnék eszembe magamnak, magamról, hogyha a Michael J. Fox-ot kéne, igen. Arról nem beszélve, hogy pont a Családi Kötelékekben az én drága barátom Bolba Tamás csinálta zseniálisan. Hát nem beszélve ugye a Rudolf Peti féle visszajövőben. Igen. És a Családi Kötelékeknél te is éreztél olyan hasonlóságot közted és a karakter között, mint a szinkron rendező? Igen, tehát ott is azt mondom, hogy igen, ott stimmel. Annyira nem talán, mint a Steve Carellnél. Tehát annyira nem mondom azt, hogy tényleg ez a két idióta, a Kassai meg a Steve Carell, hogy ebben nagyon hasonlítanak. Annyira nem, de én például nagyon szeretem szinkronizálni, amiről keveset szoktunk beszélni, a gonoszakat. Mert sokkal több lehetőség van benne. Ez igaz egyébként színházban is, de igaz szinkronban is. És hogyha visszagondolsz például a drága Kránic Lajos féle Jokira, hogy micsoda siker lett tulajdonképpen,
hogy egy gonosz szereplőt sokkal jobb érzés, sokkal több színt lehet belevinni, mint adott esetben egy pozitív hősbe. És van emlékezetes gonosz szereped? Hát, amire én azt mondanám, hogy olyan nagyon emlékezetes, úgy hirtelen nem tudnék, de nagyon sokszor hívtak, meg hívnak engem ilyen gonoszokra. Egyet tudnék mondjuk, amelyik, hát ha gonosz szó, talán nem tudom, hogy jó-e rá, ez a rajzfilm sorozat volt, én nagyon szerettem, a Batman-t, amiben én voltam a Joker. És a Pingvin is. És egy másikban meg a Pingvin, de azt megelőzően még a Joker, aki szintén, és hát az egy, pláne rajzfilm, hát akkor az egy fürdő, hát ott a hanggal aztán, és ott hagyták, ott nem kellett ragaszkodni az eredetihez, ott lehetett nyugodtan azt csinálni, amit akarsz. Tehát ott lehetett lubickolni. Ott lehetett lubickolni, igen, igen. Tehát akkor Joker az közelebb állt hozzád, mint a Pingvin? Igen, hát tulajdonképpen szerintem igen, igen. Talán azért is, mert az volt az első, igen. Az egy nagyon hosszú sorozat volt, elég hosszan csináltuk, legalábbis úgy emlékszem, mert azért az sem a volt már. Én azt nagyon szerettem, de szerettem a Pingvint is. Szerettem a Pingvint is csinálni. És a Batmannél megint az a furcsa helyzet állt elő, hogy volt az a régi rajzfilm sorozat, igen, ami még az HBO-nak készült, igen, és annak készült egy DVD szinkronja, ahol a Jokert a Háda János szinkronizálta, tehát ugyanaz fordult elő, mint a Jackie Chan esetében. Igen, 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 igen. Ez azért érdekes, de én ezt nem tudom megítélni, ezt nyilván vannak szakemberek, akik erre alkalmasak. Én szerintem a Háda Jani hangja és az én hangom semmi köze egymáshoz. Tehát, hogyha mondok egy példát, mondjuk a Háda Jani nem érne rá, én nem biztos, hogy azt mondanám, hogy akkor hívjuk a Kassai Károlyt. Ha a Kassai Károly nem érne rá, nem mondanám rögtön, hogy hívjuk a Háda Janit. De valamiért mi nagyon sokszor voltunk közös hangmintán, vagy valóban sokszor volt olyan, hogy hasonló szerepeket csináltunk egymás után. Szinkronizáltál még a 90-es évek egyik meghatározó rajzfilm sorozatában, a Dragon Ballban, amiről úgy tudom, arra nem is emlékszem. Hogy nincsenek kellemes emlékeid a sorozatról. Arra egyetlen egy óriási kellemes emlékem van, hogy az a stúdió, ahol az készült, én ott ismertem meg a páromat 20 évvel ezelőtt, és mai napig, hála Istennek, együtt vagyunk, ő akkor ott volt gyártásvezető abban a stúdióban. Ez az egyetlen kellemes emlékem a Dragon Ballról, amúgy tényleg elég szörnyű volt, valóban. Viszont szinkronizált egy barátságosabb anime sorozatban is, a Nils Holgerssonban. Júj, igen, igen, igen. Az talán a legelső ilyen nagyon hosszú, egyéves sorozat volt, annak idején, ez még az ős Pannonia filmstúdióban készült. Ott pedig a drága Gruber Hugót kell megemlíteni, aki a Kákkal, aki Akkát szinkronizálta, és akiről kiderült a nem tudom hanyadik részben, hogy nőstény. Igen, igen, igen. Úgyhogy, de azt nagyon kedveltük. Ott is természetesen még mindig mindenkit együtt vettek. Szerednyei Béla, Hacser Józsa, Márton Andris, nagyon jó társaság volt. Még egy szerepet emelnék ki, a közelmúltban fejeződött be az Ash vs. Evil Dead-nek a szinkron munkálata, a Mafilm Audióban, a Marton Bernadettel. Igen. Ahol egy elég érdekes karaktered volt egy érdekes sorozatban. Arról mi a véleményed, milyen emlékeid vannak? Nézd, megmondom őszintén, olyan sokat dolgozik az ember, hála a magasságos Istennek, hogy tulajdonképpen beleesel egyik munkából a másikba. És nem igazán van alkalom, erről ugye beszéltünk, az idő miatt. Nem igazán van alkalom, hogy olyan jobban, ez nem a rendező bűne, ez a tempó miatt van. Hogy megismerd a figurát, belemélyedj esetleg a sorozatba, a hátterébe, hogy ez miért van, hogy van, hanem csak is, ráadásul ugye, amit mondtam, hogy egyedül dolgozol, csak kizárólag a saját részedet látod, mozifilmeknél ma már direkt le is fedik, csak majdhogy nem kizárólag a száját vagy az arcát látod, hogy mellette mi zajlik, abból semmit. Úgyhogy
Azt kell neked mondanom őszintén, hogy azt is nagyon kedveltem, de ez úgy működik, amiről beszéltünk, bemegy az ember, csinálja azt, amit csinál, kijön, és megkérdezik adott esetben, most persze túlzok, hogy mi volt 5 perccel ezelőtt, és azt se tudod, hogy egyáltalán mi volt, hogy volt. Rengetegszer csinálok én, hála Isten, hangalámondásokat. És miközben csinálom, és miközben mondom, igyekszem magamnak mondani, hogy majd most megjegyzem, hogy otthon el tudjam mondani, hogy milyen okos ez a polip, hogy mászott ki a... Majd mire hazaérek, akarom mondani, hogy képzel, csináltam egy filmet, és már fogalmam nincs, hogy tulajdonképpen mi is volt. Tehát akkor ezek a hangolámondások nem bővítik az ismeretedet? Szerintem igen, bizonyos szempontból igen, meg tudat alatt, és van, ami azért persze megragad, de azért gondolj ebbe bele tényleg ebbe a 7-8 ezer alkalomba, hát szóval, hogyha az ember, ezt nem is lehet, ha az ember mindenre emlékezne, és mindenről emlékei lennének, hát az azért kicsit sok lenne. És egy hangolámondás másfajta munkát követel meg a szinkron során, mint egy hagyományos játékfilm? Biztos, igen. Azért az egy tulajdonképpen egy információ átadás, itt az információk nagyon fontosak, de mégse lehet unalmas, tehát azért egy kicsit mesélősen kell, de mégse lehet mese, mert azért ez nem mese. És erre törekedni kell, bár nem tudom, mennyire lehet tudatosan törekedni, hogy az ember úgy mondja, hogy a néző adott esetben 50 percig, 1 óráig, másfél óráig hallgassa. És ne mondja azt a 20. perc után, hogy jaj, hát ez borzalmas, köszönöm, kikapcsolom. Tehát ezt kell valahogy megtalálni, ezt a fajta egyensúlyt, és itt biztos, hogy kicsit jobban kijön esetleg valamilyen fajta beszédhiba, vagy valamilyen technikai zűr, mint mondjuk egy szinkronnál. És ha jól tudom, akkor a Sándor Mátyás című sorozatnál utószinkron készült. Ez így van, igen, drága Bújtor Pista, látod, már ő se él, szörnyű. Igen, ez egy fiatal német színész volt, akit én szinkronizálhattam, azt hiszem 6 rész volt, és hát itt büszkén mondhatom, hogy ez olyan jól sikerült, hogy nagyon sokan annak idején, akkor még én is fiatal voltam, meg sokkal vékonyabb, még hasonlítottam is erre a srácra, nagyon sokan hitték azt, hogy én csináltam. Tehát nem azt, hogy én szinkronizáltam, hanem hogy én játszottam azt. Évekkel később mondták, hogy milyen jó voltál te abban a Sándor Mátyásban, és mondtam, hogy de ne, azt nem én játszottam, én csak szinkronizáltam. Tényleg? És abban az időben nagyon sok fiatal jött még a színház művész bejárójához autogramokért, és akkor mondták, hogy ne azt írt, hogy Kassai Károly, hanem azt írt, hogy Bátori Péter. Úgy hívták a figurát. Tehát annak nagyon nagy sikere volt. Köszönjük, hogy beavattál minket így a szinkronizálásnak a kulisszatitkaiba. Köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélgethettünk. Köszönöm. Folytassuk majd. Köszi, hogy megnézted a videót! Ha szeretnél, iratkozz fel az Egyesület csatornájára, és tarts velünk legközelebb is!